Ennyi Ferencvárosban töltött év után, hogyan készülsz egy paksi mérkőzésre? Hát mondhatnám, hogy ugyanolyan, mint a többi, de azért nem mivel Pakson jöttem fel. Jó pár évet játszottam ott NB1-ben is, úgyhogy mindig egy különleges élmény számomra. Naja, wir haben nicht sehr gut gespielt, aber wir haben sehr gute Resultate gehabt. Nem játszottunk kiemelkedően az elmúlt meccseken, de rendkívül jó eredményeket értünk el. Nagyszerű volt a csapat morálja az elmúlt 8 bajnoki mérkőzésen, igazi egységet alkotnak a srácok. Pontokat nyertünk a Videotonnal és a többi riválissal szemben, de a szezon még hosszú, rengeteg pontszerzési lehetőséggel. Úgyhogy tisztában kell lennünk azzal, hogy minden meccsen maximális koncentrációra van szükség. Pakson is minden játékosnak a legjobbját kell nyújtania, hogy nyerhessünk. Pakson mindig nehéz. Bízom benne, hogy higgadtak tudunk maradni, és nem kell elrohanjuk a mérkőzést. Sokszor beleestünk abba a hibába, hogy nem mentünk előre Pakson, aztán mi kaptuk a gólokat. Úgy gondolom, hogy türelmesen kell játszunk, és a végén bízom benne, hogy a 3 pontot el tudjuk hozni az Atomvárosból. Ez is nem so einfach, so 3 Tage vorm Spiel, dann erst die Gruppe wieder. Nem egyszerű, hogy csak 3 napunk van a felkészülésre a teljes kerettel, éppen ezért folyamatosan magas szinten kell tartani a figyelmet. Mint tudjuk, hogy a Paks nehéz ellenfél, ott senki sem vár tőlünk varázsfutballt. Ellenben okosan, türelmesen kell játszanunk, nem szabad, hogy olyan hibákat kövessünk el, mint tavaly. Ismét be kell bizonyítanunk, hogy erősek vagyunk. Magadat milyen formában érzed? Láttunk most néhány szép gólt itt az edzésen. Hát igen, volt egy-két lövés. Bízom benne, hogy Pakson tudok gólt szerezni, és az külön öröm benne, hogy az a gólapunk nyernénk Pakson. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér, e két szín mindennél többet ér.